A hazaiaknál Völgyér Zulevsz összegyűjtötte ötödik sárgalapját, így eltiltás miatt nem játszhatott. Bekerült a kezdőcsapatba Nagy Tamás és Jagodics Bence, mindketten 11-szerre kapták meg a bizalmat ebben a szezonban. A Dunaújvárosban Vaskó Tamás és Rafa Wolf sérülés miatt továbbra sem játszhatott. Papp Máté kikerült a kezdőcsapatból, helyette Orosz Márknak szavazott bizalmat Dobos Barna. És ezután nézzük a találkozó összefoglalóját. Szűk 6 percet kellett arra várni, hogy végre történjék valami. A Lombard Pápa védői bizonytalankodnak ott hátul, nem megy ki a labda, Eppel benéz oda középre, de nem adja le egyelőre, most emeli föl a fejét, megpattan Szűcs, lábáról kiperdül, és aztán hárman, négyen is körbeveszik ott a labdás játékost, így nem sikerült befejezni az akciót. Nézzük a választ a túloldalon, a 14. percben Király szögletét, Nagy fejeli, nem sokkal kapu mellé. Nagy helyzet marad ki, 29. perc. Lázár indít, Eppel nézi a labdát, a védő lepattan róla, aztán rosszul találja el. 30. perc. Szluka, Szei a 16-oson belül, nem tudja elvinni, és azért nem, mert Hídvégi eltalálja a lábát, Andó Szabó Sándor pedig a 11-es pontra mutat. Csizmadja áll oda. Csizmadia, és kihagyja. Nagyon rosszul lőtte. De hát azt is mondhatnám, hogy Nagy Gergely védett nagyot. 36. perc. Villámi veli középre a labdát. Orosz Lázár bőr, összjáték, nem csúnya. Nikázira játsszák ki. Nikázi hagyja egy pattanyon egyet, és ő sem találja el jól. Szűcs hárít. Ez már a második félidő, 53. perc. Orosz végzi el a szabadrugást, Szűcs, szenzációs védés, a levegőben úszott, és úgy tolta oldalra a labdát. A szabadrugás sem volt csúnya természetesen. 59. perc. Nézzük a mérkőzés egyetlen gólját, Csehi végzi el a partdobást, óriási hiba. Jön Szejé, ajtóablak és berúgja. 1-0. Hídvégi passzol Lázárhoz tulajdonképpen, aki csúnyán eladja, Szeje pedig higgadtan gurít Nagy Gergő mellett a kapuba. Szép egyéni megoldás, ez a második gólya zsinórban, múlt héten betalált a Káti elleni 3-2-re elveszített mérkőzésen is. 76. perc, Orosz vezette hosszasan, Szűcs. Ez is egy óriási bravúr. Ott van Orosz, Balosa, kint áll a kapujából Szűcs, de így is nagyot hárít. 82. perc. Jakab, bőrre kell koncentrálni, jól jött. Nagyon csúnyán fölé vágja aztán. 85. perc, Orosz szabadrugás, megint Szűcs lép közbe. A léc alá tartott a labda, Szűcs ezúttal is közbe tudott lépni. 91. perc, még egy vendégsansz az utolsó pillanatokban, tehát ebből sem lesz gól. Így a vége, Lombard, Dunaújváros 1-0.